szép jó reggelt mindenkinek. Sziasztok! Jó reggelt, sziasztok! Itt vagyunk Karácsony Gergővel Újbudán, aminek én nagyon örülök, mert én Újbudán lakom, és itt vagyok a kormányzati képviselő, úgyhogy sok-sok piacos élő bejelentkezés után most picit önző módon, de meg fogom kérdezni a főpolgármester jelölt urat, Gergőt, hogy mit gondol a kerület és a főváros viszonyáról. És azt gondolom, hogy... Ja! És a legfontosabb, hogy kijöttünk egyébként a kerületi csapattal, és biztatjuk az embereket, hogy fontos elmondani, hogy tart még az előválasztás. Bizony, bizony. Egészen pontosabb, mi a határideje az előválasztás? Holnap délig lehet szavazni, úgyhogy ez az utolsó lehetőség, hogy aki eddig nem vette ki a részét ebből a történelmi jelentőségű választásból, azt megtehesse. Már közel 30 ezeren szavaztak, ami egy nagyon szuper szám, de ez azt jelenti, hogy még azért van hely a szavazólapon, szóval, hogy várunk mindenkit, hogy jöjjenek szavazni. Itt a Móri Zsigmond körtéren is van egy sátor, ahol például lehet, aztán a legegyszerűbb, hogy megtegye mindenki azt, amit azt gondolom, hogy minden Budapestnek, akinek változásra van szüksége, annak meg kell tennie. Úgyhogy, de eddig is nagyon szuper ez a magas részvétel, és hát minden reményünk fölött van a budapesti aktivitásra. Ez egy sikersztori, nem? Teljes mértékben. Ahhoz képest, hogy egyébként néhány, mondjuk még múlt hét vasárnap minden nagyon sok ember károgott és mondta azt, hogy hát nem fogja ez érdekelni az embereket, ehhez képest tömök sorokban állnak. Itt a Móriczon, hiszen minden reggel, Móriczon is, hiszen minden reggel látom. Parancsolj! Kedvencem az, hogy mondjuk, hogy kormánypárti sajtó hozzáállása. Akkor arról írtak a hét elején, még arról írtak, hogy hát kudarcba fulladt az előválasztás, budapestieket nem érdekli az ellenzéki roncsdermi. Majd utána, hogy az ember a város járva mindenhol óriási tömegcsorokat lát, az emberek nagy béketűréssel várják, hogy szavazhassanak. Tehát ezzel nem tudnak most mit kezdeni, láthatóan ezt benézték, hogy ez már pedig jön. És hát ugye ami még jön ezután, az a politika, hogy ha én leszek ennek az első fordulónak a nyertese, akkor mi ezt mi nem fogjuk abba hagyni. Abban az értelemben, hogy folyamatosan kileszünk az utcán, megkérdezünk az emberek véleményét Budapest nagy ügyeiről, vagy a kerületük kisebb léptékű, de számunk ugyanolyan fontos ügyeiről. Úgyhogy az a fajta politizálás, ami megpróbálja közösségbe terelni a Budapesten változásnak való polgárokat, kikéri a véleményüket arról, hogy a város milyen irányba menjen, hogy mit tegyünk azért, hogy érhetőbb legyen, hogy szolidárisabb legyen, ezt a politikát tudjuk folytatni. Úgyhogy nincs megállás. Most az első fontos szakasz végére érünk. Vasárnap késő délután, kora este már tudni fogjuk az eredményt, de bármi is az eredmény, egy nagy siker, mert a részvétel tulajdonképpen a politikában ugye tényleg igaz, hogy a részvétel a fontos. Tehát minél többen szavazunk, annál inkább kifejezi a szavazat eredménye a többségi akaratot, úgyhogy én a magam részéről bármi is az eredmény, én nagyon fogok. Hát én elég optimista vagyok egyébként. Többször elmondtam, hogy talán az elfogultságom irányodban, hogy nyerni fogsz, az érthető. Viszont ha már arról beszélünk, hogy részvétel és a közösség bevonása, itt Újbudán az egyik, azt hiszem, hogy legnagyobb stratégiai típusú probléma az, hogy a lágymányosi jövőből, vagy amit a legtöbben úgy ismernek, hogy Stoka Szilárd, az egy Garancsi István fejlesztési területe lett. Egyébként az, hogy az állami pénz, meg hogy van ez korrupt, vagy nem korrupt az egész, ez egy országos politikai kérdés, de kerületi szinten, azon túl, hogy éppen egy új városrész, azt hiszem, hogy valami az merül fel, hogy nem végzik azokat a fejlesztéseket, hogy hiányosan végzik el Garancsék azokat a fejlesztéseket, amit egy ilyen hord erejű, hát itt ez egy 9000 lakásról, amiről beszélgetünk, amit ilyenkor meg kellene tenni. Mondok egy példát, például a településrendezési szerződésben, azt hiszem, hogy ez a neve, azt vállalták, hogy figyelj, megtervezik a villamost, hogy a Gellért térről a Műegyetem előtt lejön ide, nem megépítik. Építenek néhány jelzőlámpát, ez mondjuk így rendben van. Wow. Ez fogva, ez meg zebrát. A zsebében nyúlt Garancsi Eftás, éljen a zsebében. Így az embereket fog foglalkozni, de például nem adnak választ, hogy
igaz lehet-e egyáltalán az, amit a hatástanulmányban írnak, hogy a Dombóvári út, ami egyébként most is az egyik legforgalmasabb a csúcsidőszakokban, legforgalmasabb útja a kerületnek, az állítások szerint alig 5%-kal fog megnőni. Miután tudjuk, hogy azért olyan emberek költöznek be, akiknek lehet, hogy nem egy, hanem akár másfél vagy két autója van a statisztika is. Az a kérdésem, hogy te leszel a főpolgármester, akkor lehet egy ilyen után mondjuk új feltétele, mint kialkodni, de neki lehet ennek szaladni? Igen, ugye ez a település, ez a szerződés megjárta a fővárosi közgyűlést is, és őszintén mondom, hogy az elmúlt bő négy év munkájában a legszégyentelesebb pillanat, amit én átéltem a fővárosi közgyűlésben, az pont ennek a beruházásnak az ügye volt, ahol azt a bizonyos szerződést, amiben ezek a nagy vállalások vannak, ezt helyben osztották ki, ez 200 oldal, és elvárták azt, hogy erről azonnal szavazzunk. Annyira kínos volt a helyzet, hogy a főpolgármester végül is elrendelte egy tárgyalási szünetet, de hát ugye az a bő fél óra sem volt nyilván elég arról, hogy valaki egy 200 oldalas jogi szöveget végigolvasson. De hát azt mi egyből kiszúrtuk, jelzőlámpákra nem emlékeztem, de arra emlékeztem, hogy a villamos megtervezését vállalja a beruházó, ami azért nevetséges, mert ugye amikor egy politikai testület változtat az építési szabályzaton, az azzal az egy döntéssel adott esetben milliárdokkal értékeli föl, vagy le annak a területnek az értékét. Ebben az esetben nem tudom kiszámolni, de valószínűleg ez egy több 10 milliárdos értéknövekedés volt azáltal, hogy ennek a területnek a beépíthetőségi szabályait megváltoztatták. Ugye ennek két szála van. Az egyik szála van egy világörökségi rész, ugye nagyon sok urbanista nagyon élesen kritizálja azt, hogy a egyébként világörökségi részhez tartozó Dunaparton magasházakat lehessen építeni. Én nem vagyok magasház ellenes, mert egy 21. századi városban vannak magasházak, de az, hogy ez a Dunaparton legyen, ez rendkívül erősen vitatható. Tehát a történetnek ez a része is ultragáz. De a másik része az, hogy abban az ügyben egyébként, ahol egyébként az előző baloldali polgármestert a választási kampányban rabláncon vitték el, mert hogy túl olcsón adta el Kopaszigár területét, most ugyanezen a területen egy másik beruházó gyakorlatilag milliárdos ajándékokat kap egy olyan döntéstől, amit úgy hoznak meg, hogy a képviselők nyilvánvalóan definíció szerint nem is olvasták, hogy miről szavaznak. És az meg egészen elképesztő, hogy ezek a vállalások milyen szerények ahhoz képest, milyen óriási többetet kap a beruházó ezzel az egy darab döntéssel. Ezért én azt gondolom, hogy főpolgármester leszek, akkor azonnal kezdeményezni fogom ennek a szerződésnek újra tárgyalását, amennyiben lehet a beruházás megállítását. Amennyiben ez már nem lehetséges, akkor a vállalásokat ki kell egészíteni, azt a villamos meg is kell építeni ugyanis odáig. Tehát most gondolom, hogy 9000 lakásban lakik, több tízünk ember. Természetesen ezek az emberek közlekedni akarnak, óvodába akarnak menni, egészségügyi ellátást szeretnének. A beruházónak nagyon mélyen a zsebébe kell nyúlnia, hogyha ezt a beruházást meg akarja valósítani. Tényleg engem Zuglóban ezek karóba húznának. Tehát nálunk, amikor ilyen típusú település szerződéseket kötöttünk, akkor én azt az elvet követtem, hogy van egy értéknövekedés, ezt becsüljük meg. Tehát tudjuk azt, hogy miről beszélünk, és az értéknövekedés a beruházó és az önkormányzat között oszoljon meg. Tehát mondjuk mondok neked egy példát, egy ennél jóval kisebb léptékű módosítás, amely a lakások alapterületének a növekedését jelentette egy nagyon fontos területen. Ott mi gyakorlatilag milliárdos tételben jutottunk hozzá közterületre, sorolódtunk át annak a területnek egy részét, illetve egy nagy közösségi fejlesztésbe bele tudtuk mondani a beruházót. De hát ehhez más stílusban kell tárgyalni. Tehát ez azt gondolom, hogy ez egy világbotrány, és hát sajnos Budapest az elmúlt évtizedekben folyamatosan abba a hibába esett bele, hogy jött egy ingatlan beruházó érnek, és az a közérdeket mindig magára gyűrte. Én nem vagyok beruházás ellenes, és nekem vannak pozitív tapasztalatok ingatlan fejlesztőkről, akikkel lehet tárgyalni. De hát ehhez, hogy mondjam, hát ez más hang, nem más, tehát hogy
hogy ami a budapestieket képviseljük, a kerületben lakókat képviseljük, és hát ez, ha van egy közös érdek a beruházóval, ha ezt megtaláljuk, akkor jó, ha nem találjuk meg, akkor meg az mondja, akkor nincs beruházás, pont. Tehát nekünk nem az a dolgunk, hogy valaki marhára agyon keresse magát. Ebben az egyben, ügyben ez történik, én ezt egy egészen arcpirító világbotránynak látom, és tényleg előttem van egyébként Hoffman Tamás arca is, aki persze megpróbálta megvédeni ezt az ügyet, de alapvetően ő is részt, hogy mennyire kínos ez a történet, és a legtöbb fideszes képviselő, meg a városvezetők, azok a cipőkorlát nézték, amikor ez történt. Tehát köszönjük! Ez jó, amikor jönnek emberek különböző pártokból, és bizony. Hát az nekem az a legnagyobb öröm, amikor olyanok is támogatnak, akik egyébként mondjuk más pártokkal szimpatizálnak, az a legjobb, igen. Na úgyhogy erre visszatérve, ezt én végtelenül visszataszítanak gondolom. És szerintem beszéljünk még egy dologra, ami nagyon fontos a kerületben lévőknek, főleg a gazdagvéti lakótelep számára és Budapest egész számára. Ugye most itt vagyunk a Boris Zsigmond körtén a 4-es metró lejáratnál. Ugye azt kell tudni, hogy a 4-es metró úgy épült meg, ahogy tulajdonképpen hát elég kevés értelme volt. Tehát ahhoz képest, hogy milyen gyakorlatilag elvitte a nagyjából 10 év közösségi közlekedés fejlesztési forrását a 4-es metró építés, ahhoz képest nagyon keveset tud hozzátenni Budapest közösségi közlekedéséhez, mert egyszerűen ebben a hozban ez nem térül meg. Társadalmi hasznossága az nem mérhető azzal, ami egyébként kerül. És hát ugye most megint egy zugló példát mondok, ugye Zugló is kárvalótja annak, hogy a 4-es metró ezen a csak a keleti pályaudvar és a Kelenföld között épült meg, mert például a Zugló külső részei, vagy hát maga Zugló egész területe, és ami nagyon fontos, az egész Újpalota, ami a legnagyobb olyan lakótelep, aminek nincsen kötetmányos közlekedési lehetősége, illetve a Gazdagrét és az agglomeráció, ezt a vonalat kéne fölfűzni. Tehát a 4-es metró meghosszabbításáról még csak nem is beszél senki. Én azt gondolom, hogy el kell kezdeni a következő ciklusban ennek a megtervezését. Meg kell nézni azt, hogy sajnos a keleti pályaudvarnál nagyon mélyen van vége, tehát hogy hogyan lehet fölvezetni esetleg Kéregvasútra, vagy akár a földszint feletti közlekedésre. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, hogy ha már megépítettük, és egyébként gyönyörűk az állomások, akadálymentes, nagyon sok pozitív dolgot tudok róla mondani, de mivel nem abban a hozban épült meg, ahol tervezték, ezért nem tudja betölteni azt a funkciót. Tehát ha már idáig megcsináltuk, akkor mindenképpen legalább meg kell tervezni a következő években, és meg kell nézni, hogy milyen költségvonzata van, és adott esetben lehet-e még újabb európai uniós támogatásokkal lehet meghosszabbítani mindkét irányba. De csak miközben a 4-es metró az pont egy olyan dolog, hogy a kerületnek jó, tehát van tulajdonképpen egy új budai metrónk, ami nekünk nagyon jó, de olyan szempontból már mégsem, hogy pont azzal, hogy az agglomerációban nem hozza az embereket, viszont nem épült elegendő P plusz R parkoló, most sem, mert mindig van szó a kelenföldi pályaudvar környékén, ami egyébként szintén egy érdekes kérdés, hát hogy nézhet ki a kelenföldi pályaudvar úgy, miközben az egy műemlék védelem alatt álló épület, ezt csak egészen mellékesen mondom. De az a probléma, hogy rengeteg ember érkezik be autóval, és ez most már a parkolási rendelet megalkotásával és az, hogy keresztül ment a főváros egészén, ez picit javult, de azért meg nem oldódott. Tehát most képzeld el, ahol én lakom nem messze innen egy kisebb utcában, ott azt vettük észre a lakókkal, hogy elárasztottak minket télen az autók, egyszerűen azért, mert lezárás alatt van az autópálya, és mindenki megpróbál ilyen kerülő utakon jönni. És amikor ez találkozik az egyébként cserélődő forgalommal, amikor mennek haza az emberek, jönnek haza a munkából, akkor egyszerűen teljes káosz, hát alig lehet közlekedni. És ezért is volt nagyon durva az, ami a garancsis beruházásnak mondtam, hogy a Dombóvári út az, hogy 5%-kal növekedje meg a forgalmat, az egészen biztosan. Ugye ezek nagyon drága lakások lesznek, jellemzően ezekben a háztartásokban már nem egy, hanem két autó van. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a számok, ezek valószínűleg messze vannak a valóságtól. És még egyszer mondom, lehet. Tehát az ingatlan beruházók azok nagyon fontos szereplőkei város alakításának, nem ellenségek. De ma már azt gondolom, hogy teljesen ellenségesen tekint rá nagyon sok budapesti, mert egyszerűen az van, hogy mindig nagyon szabadjára lettek engedve. Ez nem az ő hibájuk, tehát a beruházó, a vállalkozó az pénzt akar keresni. De az önkormányzatnak, a fővárosinak, meg a kerületinek is, meg helyben lakókat kell képviselni, és mindig van közös halmaz, vagy ha nem találjuk meg, akkor az a városnak nem jó, akkor arra nincs szükség. Ezért gondolom, hogy amikor ilyen forrás szűkében vagyunk, hát
ennek a villamos lágazásnak a megépítése az valószínűleg 30-40 milliárd forint. Tehát ezek, tehát az, hogy ő megépít, megtervezi mondjuk 10 milliárd forintért a villamost, az attól még valakinek oda kell vinni, és akkor megint az adófizetők múlnak a zsebükbe, mások meg ugye marha jól járnak azzal, hogy tulajdonképpen kaptak egy nagyon sok milliárdos ajándékot a fővárostól az építési szabályok módosításával. Visszatérve az agglomerációra, ugye megint Zuglói példát mondok, ami nagyon hasonló cipőben jár. Zuglóban is azért kell bevezetni a fizetős parkolást, mert egyszerűen ellenakasztották az autót a kerületek, az agglomeráció bejövő emberek ott tették le, nyilván ők is a maguk részéről teljesen rendben van ez, hát én is valószínűleg így járnék el a helyükben, de hát ugye ez a zuglóiak számára katasztrófa. Azért nagyon fontos, hogy a 4-es metró kimenjen a Budaörsi Virágpiacig, mert akkor ott lehetne az agglomerációból bejövő embereknek egy nagyon szuper alternatívát kínálni arra, hogy autózzanak. Nagyon fontos, hogy a közlekedésre soha úgy tekintsünk, ahol autók, kerékpárok, járművek vannak, hanem emberek vannak, akik közlekedni akarnak. És a legtöbb embernek a közlekedés szempontjából nincsen nagyon erős elvárása. Pontosabban az elvárás arra vonatkozik, hogy gyorsan legyen, kiszámítható legyen, hogy komfortos legyen. Hogy olcsó legyen. De az, hogy az autóban ül, vagy felül a metróra, és mondjuk el tudja olvasni az újságot, amire beér a városba, de azért a metró az kiszámítható legyen, akkor legyen őrzött parkoló, elérhető áron. Tehát ezek, tehát magyarán helyzetbe hozzuk az embereket, akkor elkezdenek olyan módon például közlekedni, hogy általában a szokásaikat úgy átformálni, ami a köz számára sokkal jobb. Ezek ilyen egyszerű dolgok, az összes olyan nagyváros, ahol a belvárosban nagyon nagy mértékben vissza tudták fogni az autóforgalmat, azok mind úgy indultak, hogy megcsinálták ennek a feltételeit V+E parkolókkal, jó közösségi közlekedéssel, kiszámítható és komfortos közlekedéssel. És egy példát mondok, ma már az, hogy mondjuk legyen klíma a metróban, az egy olyan elvárás, amire az autóban már az autóval jöjjön ebbe a városba, akkor azt a komfortot kell tudni. Most a 3-as metró felújítása kapcsán ugye úgy sikerült megoldani, hogy gyakorlatilag a régi szovjet járműveket újították fel, amik már most már se járnak. Vagy a raktáron tehát azokat már sehol a világpiacon nem lehet elsütni ezeket a korszerűtlen járműveket, és ezekben nincsen klíma, és hát tényleg nyáron ugye egyre nagyobb a felmelegedés, főleg a nagyvárosban, nyáron elviselhetetlen, ami igen. Ott van. Nem lehet az embereknek a szemére vetni azt, hogy inkább a klimatizált autójában ül nyáron, mint a klimatizálatlan metróban. Figyelj, mielőtt megkérdeznék itt a kollégáinkat, hogy hogy áll és mi történik ma reggel ezen a picit hűvös reggelen a szavazás. Még egy dolog van, ami engem foglalkoztat, mert mióta én képviselő vagyok, talán ezt már mondtam, a legtöbb ember azzal kapcsolatban keresett meg, hogy mi van az önkormányzati lakásokkal. Újbudán egyébként nagyon magasak voltak a lakásárak már a 2010-es igen. évek elején is, de azóta meg még magasabbra nőttek, megduplázódtak talán az értékük. Viszont szociális bérlakásunk, meg önkormányzati bérlakásunk alig 1300 van, ebből 1100 kiadható, és de nem tudjuk kiadni minden évben csak néhányat, mert egyébként lassan cserélődik, és 800, ha jól emlékszem, akkor ilyen 800 tételes a lista, a várólista ezekre a lakásokra, amit néha tudunk, hogy évente 5 ilyen pályázatos lakást kiadunk, de hát az meg ugye tőke kell, és akkor lehet megkapni. És ezért a kerület kifejezetten érintett ebben a lakásban. Logba, pláne úgy, hogy itt sok a fiatal, itt van az IT központ, itt vannak az egyetemek, tehát érdemes lenne őket megtartani. Na de hogyan, hogyha ilyen a lakáshelyzet, hogy ezen mi az, amit tudunk dolgozni? Hogyan tudnak dolgozni a következő ciklusban, hogy érdemében tudjuk felmutatni? Igen, a lakhatás az én üpagemesteri vállalásaim közül az egyik legfontosabb ennek a helyzetnek a javítása. Itt nagyon sok lépésre van szükség, részben arra, hogy segítsünk a magán lakbéri piacon tulajdonosoknak és mérnököknek egymásra találni, és segítsünk abban, hogy itt ez egy bonyolult jogügy, tehát és nagyon sok bizalmatlanság van, ami miatt például nagyon sokan nem is adják ki a lakásukat inkább, mert macerával jár, félnek, hogy rosszul nem ismerik a jogszabályokat, félnek attól, hogy kiszolgáltatott helyzetbe igen. kerülnek, a bérlők dettó, tehát ez egy ilyen nagyon rossz helyzet. Ebben mi vállaltuk azt, hogy létrehozunk egy lakásügyi ombudsman hivatalt, vállaltuk azt, hogy létrehozunk egy önkormányzati lakásügynökséget, most ezt Zuglóban el is kezdtük egyébként megszervezni, ami azt jelenti, hogy ha valakinek van egy üresen álló lakása, az önkormányzatnak adja bérbe, és az önkormányzat vállalja azt a jogi, hogy mondjam, bonyodalmat, hogy bérlőt talál, és az önkormányzat egy megbízhatóbb ügyfélnek, partnernek tűnik a tulajdonos szempontjából. De a lényeg az, hogy Budapesten, egész Budapestre igaz az, és a kerületek többnyomó többségére abszolút igaz, még inkább, hogy nincs elég bérlakás. Igen. És ez
lakhatási és egyébként gazdasági problémákat is okoz. Az, hogy Budapesten leállt a gazdasági növekedés, pontosabban Budapesten ma a legkisebb a gazdasági növekedés Magyarország összes megyei közül, ez felfoghatatlanak tűnik, pedig igaz. Nyilván a fejlettségben óriási különbség van, de Budapesten a növekedés kisebb. Ennek részben az az oka, hogy nagyon erősen blokkolja a munkaerőpiacot az, hogy nincsenek bérlakások. Mert hiába lehet Budapesten mondjuk valaki, aki az IT-szektorban akar dolgozni, és hát nyilván egy világváros az nem a gyárakról fog szólni, hanem a tudás alapú gazdaságról, a kreatív iparról, az innovációkról, ezekről. Hiába jön valaki ide, mert itt van állás és többet lehet keresni, azt, amit nyer a révben, azt elveszti a vámon, mert a lakhatási költségek olyan horribilisen magasak, hogy ez egyszerűen nem működik. És ez részben azért van, mert maga a magánpiac is szabályozatlan, részben pedig azért van, mert gyakorlatilag nincsen non-profit lakásszektor. A non-profit lakásszektor pedig két részből áll, önmagában az önkormányzati bérlakásokból, de áll abból is, hogy van a non-profit építkezésnek egy nagyon fontos intézményrendszere, amit Magyarországon egyáltalán nem használunk. Tehát például Bécsben mondjuk üres gyár épületeket adtak át non-profit lakószövetkezeteknek, akik nem profit alapon, hanem éppen ezért 30-40%-kal olcsóbban fejlesztettek lakásokat közösségi szektorban, lakásszövetkezeti működésben. A bécsi lakásállomány 40%-a ilyen módon működik, és már Bécsben is drága a lakhatás, de hogyha ez az elem kiesne, akkor valószínűleg sokkal többbe kerülne. Mm. Tehát ezek az elemek, ezek összességében mindegyik olyan, ami képes lenne arra, hogy csökkentsük a lakhatásnak a költségeit, és sokkal kiszámíthatóbb módon tudjunk bérlakásokat biztosítani. Ebben egy kultúraváltásra lenne szükség. Ugye a magyar történelem úgy alakult, hogy az emberek azt becsülik meg, ami az övék. Igen. Tehát van egy erős vonzódásunk a magántulajdonhoz. Ez nem baj, csak ez lakáspolitikai szempontból ez nem mindig a legjobb. Ugye különböző élethelyzeteink vannak. Ha valaki fiatal, kisebb lakásra van szüksége. Gyerekei vannak, nagyobb lakásra van szüksége. Gyerekek elköltöznek, megint kisebb lakásra van szüksége. És ez a fajta rúgva, vagy az ember kap egy állást egy másik városban, akkor oda kéne. Tehát magyarán az a fajta rugalmasság, amivel jár a 21. századi élet, a munkaerőpiac, a családok átalakulása, ezt nem követi le az, hogyha így foglalkozunk, ragaszkodunk ahhoz az ideálhoz, hogy márpedig mindenkinek sokáig tulajdonú lakásban kell lakni. Ebből az ideálból származik a devizaépítési válság, és a kormány lakáspolitikája, amit én egy végtelen ostoba és pazarló és igazságtalan rendszerre gondolok, erre ezt súlykolja az emberekből, hogy senki vagy, ha nincs egy lakásod. Ezt lehetne árnyaltabban nézni, nem, még egyszer mondom, ennek van egy még kultúrális tradíciója, de ez egy problémát okoz. Az emberek túlköltek, túlvállalják magukat a hitelekkel. Nem beszél arról, hogy maga a csok nagyon sokakat arra készít, hogy a Budapesten kívül az agglomerációban olcsó telkeken építkezzenek, ami persze tök jó, csak ugye onnan ugyanúgy be kell járni, ugyanúgy be kell ülni az autóba, ugyanúgy óvodát kéne építeni, utat fejleszteni, és ráadásul ez nagyon nagy mértékben feléli az zöld területeket is. Tehát a lakhatás területen, amit a kormány csinál, az egy merő idiotizmus, nem tudok más mondani. Ennek egy éles fordulata lenne az, hogy én főpolgármester leszek, akkor elindítok. Amikor főpolgármester lesz. Igen, tehát októbertől elindítok egy, megalakítjuk Budapest, az első budapesti lakásszövetkezetet, vele az önkormányzatnak azokat a vagyonelmereiket, amiket lehet lakbér vagy bérlakás területen hasznosítani, ezeket bevisszük ebbe a vállalkozásra, behozunk magántőkét, európai uniós forrásokat, és elkezdünk bérlakásokat, illetve non-profit lakásszövetkezeti vállalkozásokat támogatni, plusz újra szabályozzuk az Airbnb rendszert, összekötjük a tulajdonosokat és a magánbérlőket, és ez összességében a lakásáraknak, vagy az albérlet áraknak egy jelentős csökkenése eredményezhet. Nagyon jó hangzik, és még nagyon sok mindenről kellene beszélgetni a kultúra kapcsán, és itt a fakivágásokról, vagy egyébként a beépítési arányoknak a megváltozásáról, amiatt egyébként egy gigantikus nagy lakóparkot akarnak ugye a feneketlen tó mellé felhúzni. Tehát egy nagyon sok ilyen apró részlet van még, ezekről a kampányban fogunk, de én most azt mondom, hogy kérdezzük meg Kovács Marcit, aki itt strázsál, hello, Marci a Párbeszéd logisztikai igazgatója, most ez a pontos valami ilyesmi. És egyébként önkormányzati képviselő itt egy szomszédos kerületen, a második kerületen. Jól emlékszem?
És most te vagy itt a főkapitány ma a sátorban. Hogy állunk? Mi az, amit ezen a hideg és szürke... Utolsó előtti napon utolsó is jönnek még az emberek? Még állunk és jönnek az emberek, úgyhogy azt kell mondom, hiába van szombat délelőtt, kora reggel, 9-kor már során. Tehát jönnek az emberek, ahogy jönnek a piacról, vagy mennek a piacra, szerencsére jönnek és szavaznak. Azt, hogy ki azt meg majd meglátjuk. A szavazás titkos, tehát... Nem látszom, hogy igen, igen. De mernél fogadni? Ki fog nyerni? Szerintem ki fog nyerni? Azt hiszem, picikét elfogult vagyok, így párbeszédes képviselőként. Szerintem Gergő fog nyerni, de azért még ez nem eljátszott meccs. Bizony, úgyhogy... És menjetek el mindenképpen szavazni. Gergő, lehet, hogy ez az utolsó videónk az előválasztás első fotójában a közösen. Úgyhogy azt szeretném megkérdezni, nem az, hogy melyik piacon volt a legjobb a kávé, bár nyilván ez is egy érdekes kérdés. Voltunk néhány piacon reggelen, tehát inkább az, hogyha egy mondat, egész kampány, mindenről egy, mi ez az egy mondat, amit így átadnál? Az egy mondat az, hogy kedves budapesti polgár, ez a város a tiéd, és szerez vissza a részedet belőle, és legyen Budapest egy olyan város, ami mindannyiunk. Hát, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok, és hát én azt hiszem, hogy Gergő nyerni fog, én ebben nagyon bízom, úgyhogy utána újult erővel kampányolunk tovább. Osszátok meg ezt a videót, kérlek, gyertek el szavazni, még van másfél nap, és köszönjük azoknak, akik már eddig is eljöttek, azt gondolom, hogy van egy ilyen demokratikus innováció, az az első lépés, ezt mondtam nemrég a napírében, ez a Star Wars-hoz hasonlítottam, hogy az előválasztás a demokrácia X szárnyúja, amivel a fideszes halálcsillagot szét lehet kapni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a közös sikerünk, menjünk így előre, és holnap bízom abban, hogy nagyon nagy örömújongás lesz, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, Gert, sziasztok! Ez az, hogy te köszönöm, hogy